A Sajtóklub országjárása során ezúttal Miskolcra látogatott, hogy a nagymúltú észak-magyarországi városban önökkel együtt vitathassuk meg hazánk és a nagyvilág dolgait. Tartsanak velünk! Örülök, hogy itt vannak, köszöntjük mindannyiunk nevében, köszönjük és köszönöm a jelenlétet. Sok szeretettel köszöntöm természetesen a televízió nézőit is, ők majd szombaton fognak bennünket látni. És azt gondolom, hogy vágjunk is bele. Azért van nálam csak a telefon, nem telefonálni fogok, hanem innen szeretnék valamit pontosan felidézni. Nem tudom, hogy hallották vagy látták-e, ebben már csodálkozni való nincs, de azért mégiscsak jegyezzük meg, hogy Mirkóczky Ádám, a Jobbiknak a szóvivője azt hiszem, a minap a Zugló televíziónak adott nagyévű interjút, nem más kérdezte őt, mint Tóta V. Árpád, a HVG fantasztikus újságírója. És ez volt az az interjú, ahol Mirkóczky Ádám a Jobbik részéről hitet tett amellett, hogy Alföldi Róbert az egy csodálatos művész, akinek helye van a magyar panteonban. Úgy emlékszem, hogy néhány évvel ezelőtt még mást mondtak Alföldi Róbertről, de ez most nem érdekes. Ami igazából érdekes, hogy Mirkóczkynak volt egy mondata, és ezt szeretném, hogyha tanult kollégáim majd kommentálnák, ugyanis Mirkóczky azt mondta, hogy amit mi 2010 előtt csináltunk, az volt a nem igaz. És volt még egy mondata, igazából mi nem azok voltunk, akiknek láttattuk magunkat. Így szólt a mondat. Erre valaki már azért reagált a Jobbikból, Novák Előd, aki a Facebookján azt írta, hogy nem tűröm a múlt meghamisítását, ám a Jobbik mai politikáját igyekszem a választásokig nem minősíteni. Na van ez a két mondatunk, van ez a két állítás. Nézzük meg először azt, hogy ti mit gondoltok arról, hogy a Mirkóczky szerint igazából mi nem azok voltunk, akiknek láttattuk magunkat. Gábor? Nem is érti az ember. Szóval nem azt mondta ő, hogy sokat tömperegtem a világ dolgai, én sok barátommal beszéltem, és rájöttem, hogy bizonyos nézeteket meg kell változtatni, mert abban is vannak azért korlátok, hogy az ember hányszor változtatja meg a nézeteit. De hogy azt mondani, hogy bele az éterbe, hogy az az igazság, hogy mi azelőtt hazudtunk. Úgy csináltunk, mintha olyanok lettük volna, de mi tudtuk, hogy nem olyanok vagyunk, csak szemfényvesztést követtünk el. Van az a régi példázat a használt autókereskedőről, hogy vennék-e X-től Y-től használt autót, vennénk-e használt autót egy olyan embertől, aki azt mondja, hogy igaz, hogy amikor a Trabantot eladtam magának, hát akkor hazudtam, de most már nem fogok hazudni. Most van egy jó Warburgom. Most van egy prima Warburgom, igen. Újszerű állapotban, megkímélt állapotban. Most, ha egy Trabantot, egy Warburgot nem veszünk, akkor egy országvezetést vajon vehetünk-e attól, aki közli velünk, hogy ő időnként hazudik? Én felidézném, hogyha jövök a sorba, Mirkóczky Ádám szavait, én ezt kiírtam, vagyis kimentettem a telefonra, csak azért, mert érdekes párhuzamra kínál lehetőséget. Mi nem azok voltunk, akiknek láttattuk magunkat. Az a retorika, ami 2010 előtt ment, az volt a nem igaz.
Oké. Van egy kollégája, aki ugyanezt egy picit másképpen fogalmazta meg. A feladat, hogy ki mondta, ezt kell kitalálni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utóbbi másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mi mondunk, az nem igaz. Ezek ikertestvérek. Ahogy Orbán Viktor mondta, egyszer összenőtt, ami összetartozik. Nota bene, mert ugyebár aki nem tudná a megfejtés, az Gyurcsány Ferenc, hogy Gyurcsány azt is elmondta nemrég egy interjúban, hogy hát hogyha esetleg, ne adja a jó Isten, győznének egy ördögi baklövés folytán, akkor káosz lenne, nem tudnának megegyedni, és előbb-utóbb előrehozott választásokat kell újra. De nem baj, mert ez belefér, Németországban is milyen sokáig nem volt kormány. Minap, mondjuk tegnap, Balczos Zoltán, a Jobbik jeles képviselője, szóra, fillére pontosan ugyanezt mondta el egy lakossági fórumon, hogy nem baj, ha nem egyezünk meg, akkor káosz lesz, majd lesz előrehozott választás. Most már könnyen azt is elbírom képzelni, hogy nem csak összejárnak egyeztetni, hanem talán már együtt is laknak ezek a gyerekek. Én egyébként őszintén azon csodálkozom, hogy mindenről beszélni kell. Tehát én azt feltételezném naivan, hogy amikor Mirkóczki egy ilyen kijelentést tesz a Karácsony Gergely-féle zuglói Kábel TV-nek, akkor másnap a magyar média harcos újságírói elkapják a gramacát, megkérdezik, hogy öreg, hát ti hazugságra építettétek az egész elmúlt 12 éveteket, mióta csak léteztek? Hogy van képetek részt venni mindezek után egyáltalán a magyar közéletben? Gyurcsány Ferenc ugyan túlélte az Öszödi beszéd nyilvánosságra hozatalát, de végül is 2009-re megbukott a bizalom, már 2006-ban elpártolt mögüle, pedig neki is volt médiája. Itt Magyarországon párhuzamos valóságok épülnek ki, és senki nem teszi fel a Hír TV-től, szegény szerencsétlen volt munkahelyünkről, vagy az RTL Klubtól, aminek a televízióján annyian csüngenek, a kérdést, hogy csókolom. Akkor ezek szerint önök 12 éven át más sem csináltak, mint hazudtak. Itt van ez a Jakab Péter nevű gyerek, ugye a helyi képviselője a Jobbiknak, vagy képviselő jelöltje egyelőre csak hál' Istennek, és reméljük, hogy nem is lesz belőle más. Orbán Viktor miniszterelnöket próbálja ő inszinuálni azzal, hogy kiforgatják az Avas lakótelepről mondott szavait, pont ők, és közben senki nem kérdezi meg Jakab Pétertől, hogy mi van egyébként azokkal a rendvédelmi ketrecekkel, kényszermunkatáborokkal, amit éppen itt Miskolcon ígértek meg a 2010-es kampányban. Senki nem szembesíti ezeket a gyerekeket rajtunk, az Echo TV-n, Magyar Időkön és egyáltalán Demokratán, Pest és Rácok, a úgymond jobboldali nemzeti médián kívül. Tehát ezt a párhuzamos valóságot itt kell önökkel kibeszélnünk, megmagyaráznunk, ahelyett, hogy amikor egy-egy ilyen dolog kiderül, ezek a figurák egész egyszerűen megsemmisülnének. Gyurka Istvánnak volt megint igaza, hogy befejezzem ezt a kört. Ugyanis ő volt az, aki már a Jobbik elindulásakor leírta, hogy ezek a magukat nemzeti radikális színben feltüntető ifjak, ezek gyakorlatilag a baloldal és a liberálisok zsoldjában vannak, és ők találták őket ki. Akkor még én se hittem Csurkának. Megint neki lett igaza. Mert mindig Csurkának van igaza. De egyébként még egy kanyar erejéig maradjunk itt a Jobbik házatáján. Nem tudom, hogy találkoztak-e azzal a hírrel. Ugye egy hangfelvétel van arról, hogy a kiskunhalasi Jobbik jelölt fölajánl a kiskunhalasi LMP-s jelöltnek hát egy körülbelül 600 ezer forintot, hogyha visszalép a javára. Nagyon helyes egyébként a LMP-s csajszi, mert azt mondja hirtelen zavarában, hogy hú, azért ez egy kicsit erős volt. És igaza van, egy kicsit tényleg erős. De most itt van az új hír, ugyebár egy bizonyos Paulina László, aki a Független Kisgazdapárt, ki hitte volna, hogy van még ilyen, Független Kisgazdapárt alelnöke, ő megmutatott a TV2-nek egy szerződést,
amely a független kisgazdapárt és a Jobbik között köttetett. A Jobbik részéről maga a pártigazgató írta alá. És ez arról szól, hogy az független kisgazdapárt 12 helyen tudott jelöltet állítani, ennyi jelöltjét vették nyilvántartásba, és a szerződés, amit Paulina úr nyilvánosságra hozott, arról szól, hogy a független kisgazdapárt mind a 12 helyen visszalépteti a jelöltjeit, amennyiben. Egyes pont. A Jobbik a választás eredményétől függetlenül vállalja, hogy az FKGP budapesti irodájának működési költségét kifizeti. Kettes pont. A Jobbik átvállalja a független kisgazdapárt peres ügyeinek költségét és jogászainak munkadíját. Hármas pont. A Jobbik anyagilag segíti a párt vidéki programját. Négyes pont. A Jobbik és a független kisgazdapárt közösen indul a 2019-es önkormányzati választáson. És van egy záradék. A vállalások akkor lépnek hatályba, amikor az FKGP hivatalosan és sajtónyilvánosság előtt is bejelenti, hogy a 2018-as országgyűlési választásokon a Jobbik Magyarországért mozgalmat támogassák tagjaik, szavazóik, és ezzel párhuzamosan visszalépteti a nyilvántartásba vett kisgazda jelölteket a jobbikos jelöltek javára. Ezt azért nehéz lesz másképpen megmagyarázni, mint ahogy itt le van írva. Én tudom, hogy kísérletet fognak tenni rá. Vicceltek. A kiskunhalasi csávó is viccelt, ugye, hogyha. Szóval ez is meg lesz majd nyilván magyarázva, de azért hát több, mint izgalmas. És az a helyzet, hogy csak azért nem kezdem el noszogatni a Hudgerit, hogy olvassa fel a Pesti Srácok legfrissebb hírét, hogy Janicák, jobbikos ózdi polgármester hangfelvételeken hallhatóan a saját munkatársait a Városházán mivel és hogyan fenyegeti. Csak azért nem mondom, hogy olvassa fel, mert délután 5 óra van. Hát, ha nem tudom, kiskorúak is vannak a teremben. Továbbá senki nem tudhatja, hogy a tévében majd ki fogja ezt nézni. De emberek, hallgassák meg, menjenek fel otthon a Pesti Srácokra, és hallgassák meg, hogy Janicák Dávid, ózdi polgármester, ez a fehérje halmaz, ez hogy beszél a saját pártársaival, a beosztottjaival, és a nőknek miket mond és miket ígérget. Hogy miével, miüket, hogyan fogja mit csinálni. Elképesztő. Nem tudnád ezt kifütyülve előadni ebben? Szerintem ezt ennél képletesebben nem kell előadni. De erről az egész sztoriról, ugye az első részéről muszáj megjegyezni, hogy ekkora észkombájn a magyar politikában, mint ez a Szabó Gábor nevű jobbikos pártigazgató, utoljára Medgyessy Péter volt. Ő volt ugyanis az a vitéz, aki biztos, ami biztos szerződésbe foglalta a 30 millió forintos vesztegetést. Ez volt az úgynevezett Gresham Palota ügye, amit a Demokrata hozott, ne felejtsük el az akkori érdemeket elsőként le, amiből az derül ki, hogy ha a szocialista képviselők fillérekért a külföldi befektetőnek odaadják ezt a csodálatos épületet a Lánchíd Pesti hídfőjénél, akkor 30 millió forintot kapnak. Pecsét, aláírás. Ezek szerződésbe foglalták a választási csalást. Jó. Csak hogyha azt mondanák mondjuk az Országos Választási Bizottság, hogy rendben van, akkor irány a kispadra mindenki, majd 4 év múlva elindultok, ha jól viselkedtek, akkor megint fasizmus lenne és maffia állam. Pedig ezt kellene nekik mondani. Jó, akkor haladjunk egy körrel tovább. Igen. Ez egy apró kiegészítés. Szóval a hülyeség néha dilettantizmussal párosul. Talán értesültek már róla, hogy a kisgazdák nem lépnek vissza. Tehát a dolog semmi eredménye nem lesz. Hogy mennyi szavazatot kapnak a kisgazdák, ezt nehéz megbecsülni. De tehát eredménytelen, üres, egy dilettáns dolog. Hát ebből a szempontból hasonlít egyébként Janicák ózdi polgármester teljes regnálásához, már hogyha eredménytelen és üres, ha ezeket a fogalmakat használtad.
Holnap megyünk egyébként Ózdra. Csodálatos estének nézünk elébe. Vannak ismereteim az ózdi helyzetről. Még nem vagyok benne biztos, hogy nem viszem el magammal holnap a ominózus hangfelvételeket. Hát csak ugye váltott. Majd szólok, hogy 18 éven felülieknek van a műsor. De csak tudják már meg ottan a helyiek, hogy a polgármesterük milyen csávó. És amúgy Janicák Dávid ózdi tevékenységének mérlege, az viszonylag egyszerű. Janicák Dávid ózdi polgármester az elmúlt 4 évben egy, azaz egy darab nyilvános WC-t adott át. Ezt sikerült Ózdon összehozni, ellenben erről, és ha nem hiszik, nyugodtan. Google, Ózd Janicák nyilvános WC, ezt pötyögjék be. Csodálatos felvételek fognak előkerülni, ugyanis ha az ózdi nyilvános WC-t maga a polgármester adja át úgy, hogy oda rendelt leánykák nemzeti színű szalagot tartanak, és átvágjuk. Hát érted, egy budit is fő kell avatni, hát ne izé. Nehogy már csak úgy az ember avatás nélkül bemegy, azt húgyozik össze-vissza. Neked egy nagyon fontos nyoma azért mégiscsak van Janicák úr polgármesterségének. Megtudhattuk ugyebár, hogy Sylvester Stallone és Arnold Schwarzenegger elbújdokolhat szégyenében, miután napvilágot láttak a polgármester úr kidolgozott felsőtestéről készített felvételek. Hát ez az egyik, de ha már, de holnap mit fogok mondani Ózdon, az összes patront itt elsütöm. De hát azért Dávid belehúzott az elején, mert ugye arról is hangfelvételek vannak, mikor ott a kis helyi potentátokkal a Városházán megdumálja, hogy nehogy már az nyerje a vízbekötési közbeszerzést, aki a legjobb ajánlatot adta, mert az nem jó srác. Van a másik, az adta a rosszabbat, de ez nem számít, akkor is neki kell nyerni. Mondja Dávid, és hozzátesz, hogy ha mégse ő nyerne, akkor megint a kinek a micsodáját, a mimmel mit fogok vele csinálni. Imádom a palit. No gyerekek, egyel tovább ugrunk. Nem tudom, hogy a másik hír eljutott-e önökhöz, tegnapi, friss, ropogós. Engem is egy kicsit meglepett, bár engem érint. Tegnap tudtam meg délelőtt 11 és 12 között, hogy az orosz titkosszolgálatnak, az angol titkosszolgálatnak és az izraeli titkosszolgálatnak esetleg mindháromnak egyszerre vagyok ügynöke. Emberek, hát én ha nekiállok, én nem szarra guligázok. James Bond, sehol. A fasorba embere, 007-es, sehol. De különösen azt tetszik, hogy Mossad ügynök vagyok, mert... Ugye, 20 éve hallgatom, hogy én vagyok a legveszedelmesebb náci ebben az országban. Nem, hazudok. Amíg szegény Csurka István élt, ő volt a legveszedelmesebb náci, én meg a legjobb tanítványa. Most, hogy szegény meghalt, én elfoglaltam az előkelő első helyet. Na de hát ugye most buktam le. Hát én csak úgy csinálok, mintha náci lennék, mert valójában Mossad ügynök vagyok. És mint Mossad ügynök, MI6 és MI5-os brit titkos ügynök, itt kollégám James Bond, és orosz titkos ügynök, egyszerre intézem, hogy beosztott ügynökeim és kémeim lépre csalják a magyarországi soros szervezetek ilyen-olyan és amolyan vezetőit, akikkel beszélgetést generálok ágenseimen keresztül, és ezeken a beszélgetéseken olyasmik hangoznak el, hogy az egyik elmondja, hogy a német kormányt kell felszólítani arra, hogy zsarolja meg a magyar kormányt, hogy ki fogják vonni a Mercedest, az Audit és a Bosch gyárat Magyarországról, ha a kormány nem vonja vissza a civil törvényt. Ez megvan, ugye? A másik elmondja, hogy ők
illegálisan és törvénytelenül adatbázist készítenek a tranzitzónában. Egyébként Sorosnak egy célja van, hogy növelje a vagyonát és a politikai befolyását érvényesítse. Mindez hangfelvételeken van. Amikor ezt nyilvánosságra hozom, én az ügynök, akkor jön Sievert Bandi, a Migration Aid vezetője, lebuktat engem, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy én ügynök vagyok, és közben azt is elmondja, hogy ő az, aki mindannyiunknál furfangosabb, mert ő a kezdet kezdetétől tudta, hogy őt csőbe akarjuk húzni, és csak azért mond ilyen nagyokat, hogy fenntartsa az érdeklődést. Ezt mondta tegnap a szájával. Így mozgott a szája, és ezt mondta. Gyerekek. Hú, gyerekek. De azért el kell ismerni ezt a társaságot. A Jobbik lelepleződik azzal, hogy pénzért léptették vissza az ellenfeleket a pályáról, és azt mondják, hogy csak vicceltünk. Ehhez képest a Migration Aid egy egész új fejezetet ír a James Bond sztorikhoz, hogy kimagyarázza magát. Mert ugye az a Momentum az ugye rendben van, hogy ők találkoztak az úgynevezett ügynökkel, elmondták, hogy adatbázist készítenek, minden igaz, csak te lépre csaltad, mint Mossad ügynök. Gondolkoztunk azon, hogy a Zsolt mikor vált Mossad ügynökké, mert régóta figyeljük ám ott bent a szerkesztőségben, hogy hogy viselkedik. Útközben arra a következtetésre jutottunk, hogy amikor az Orgoványi erdőben ásta a sírgödröket, akkor szervezetben Ilan Moore volt izraeli nagykövet, aki azzal leplezte a beszervezésemet, hogy nyílt levélben tiltakozott a főszerkesztőnél az én cikkeim miatt, és követelte, hogy rúgjanak ki. De ez fedősztori volt, akkor írtam alá a Mossadhoz. Urak! Az egyik érdekesség, hogy hívják ezt a szervezetet? Migration Aid. Elég nehezen lehet... Magyarul azt jelenti, hogy migráció, nem migráns, migráció segítő szervezet. Elég nehéz meggyőzni minket arról, hogy ez a szervezet nem a migráció segítésével foglalkozna. Ha már a nevük is. Ha már nem refugees aid, még csak nem is menekült segítő, migráció segítő szervezet. Mintha rengeteget azt hallottuk volna a baloldalról, hogy ez az egész migráció segítés, ez egy nagy maszlak, ugyan ki akar itt, csak habos süteményeket viszegetnek ott, a kerítés rácson átdugnak a szerbiai táborban gyülekezőknek, nem kérem, ez egy migráció segítő szervezet. És azt fontos megértenünk, hogy fele sem tréfa. Tehát itt valójában nagy erők vannak, azt azért fontos tudni, hogy valóban történelmi változás folyamat zajlik Európában, és nagyon nagy erők vannak annak elősegítésére, hogy ez a bizonyos nagy felcserélés, amit a Camus nevű francia filozófus fogalmazott meg kötetekben, nem a író, hanem a ma élő, hogy ez a nagy felcserélés emögött erők vannak, emögött dollár, milliók és milliárdok vannak, és emögött ezrek vannak, akik fizetésére ezt a munkát végzik. Most ebből igazából egy dermesztő részletet kaptunk, meg ne csak egy kis részletet. Nehéz elképzelni, mi van igazából e mögött. Amikor ezek a nagy jellemek egymással beszélgetnek, ez örökre nem jellemző, tehát ilyen szempontból nekünk még sokat kell fejlődnünk, akkor mindegyiknek a zsebjében van egy bekapcsolt magnetofon. Tehát ez jellemző erre a társaságra, hogy ugye a Jobbikos jelölt felhívja az LMP-s jelöltet telefonon, és elbeszélgetvén megpendíti, kifizetnénk a számládat, és ez a felvétel eljut a nyilvánosságból, amire arra következtettünk, hogy ennek az LMP-s hölgynek a zsebibe volt egy magnetofon, vélhetőleg a Jobbikos zsebibe is volt, csak ő még nem tette közzé. Ugye ez a bizonyos úriember, akire Zsolt utalt, ez a Sievert András, ez felhívta egy orosz nevű ipse, hogy ez Budapesten van, ha jól tudom, az a Sievert András, hogy itt Bécsbe kéne találkozni egy ilyen föld alatti kávézóba, ahol Miki Egérnek fogja álcázni magát, és ő
pedig krizantémmal a kezében. Tom és Jerry jelvénye két bokrétával kezében jelenjen ott meg, és tényleg ilyen konspirációs módon találkoznak, és mind a kettő felvesz minden természetesen. A folytatás az, hogy valóban valahogy ez az információ, amit elindul egy önálló, tehát a titkosszolgálatok dolgoznak, ez eljut a Zsolthoz. Egy újságírónál előfordulja a postaládájába, befúj a szél olyan dolgokat, amiket másnap nem fúj be. Ez az újságírók dolga. De ami ebből a tanulsága számunkra az, hogy ezek az emberek így működnek. Tehát úgy működnek, hogy kölcsönösen lehallgatják egymást, kölcsönösen nem bíznak egymásba, kölcsönösen át akarják verni egymást, és elsősorban bennünket, ugyanis ebbe az egész történet halmazból, amit most itt fölvázolódott az önök szeme láttára, füle hallatára, ebből az derül ki, hogy ezek az emberek tulajdonképpen köpnek a demokratikus játékszabályokra. Minket hülyének néznek. Tehát ők úgy gondolják, hogy ezeket az ügyleteket el lehet intézni, ahogy a kedvenc filmemben a Macska Jajban mondja a főszereplő, hogy amit nem tudsz elintézni pénzzel, azt old meg sok pénzzel. Tehát ezek pontosan így gondolkodnak, hogy van az a pénz, amiért ha kell, egy komplett kormány megbuktatunk. Tessék megnézni, hogy mi történik Szlovákiában. Hátborzongató, hogy hogyan gyártottak egy köztörvényes bűncselekményből akkora politikai skandalumot, hogy nem lehet tudni, hogy hol ér véget itt a szomszédban. Ugye, ha még szabad szólni, félretéve azt a verziót, hogy a Zsolt egy saját maga által készített tengeralattjáróval a tranzitzónához utazott a Dunán. De ne zárjuk ki. Ne zárjuk ki teljesen, de most egy pillanatra tegyük félre ezt a verziót, és ürge bőrbe vart adóvevők segítségével kínos helyzetbe hoztad a Migration Aid szervezet aktivistáit. Azért ez a magyar időkben napvilágot látott sztori, ugye mégiscsak egy kemény ügy, mert arról szól, hogy Sorosnak a szervezete, és ez az a csapat, aki egyébként olyan, lebukott már egyszer azzal, hogy olyan szórólapokat osztogat arab és angol nyelven leírva, hogy hogyan kell kijátszani a rendőröket, hogyan kell átmenni a kerítésen, és így tovább. Mit kell hazudni? Például azt kell hazudniuk, hogy meleg vagyok, vagy transvestita, és akkor nem lehet őket hazaküldeni az európai törvények szerint. Hál' Istennek amúgy ez nincs így teljesen, de ők így gondolják. Na, mi derült ki? Hogy ez a szervezet adatbázist készít, titkos adatbázist a tranzitzónába belépő és Európába így úgy aztán bekerülő migránsokról. Mire kellhet nekik ez a titkos adatbázis? Dajcs Tamás felhívta a figyelmünket egy kis videófelvételen arra, hogy Brüsszelben, abban a bizonyos Molenbeek negyedben, ahol már fehér ember nem nagyon meri betenni a lábát, és megszűnik a belga joghatóság, helyett a sária törvénye uralkodik, oda a migránsokat egy szocialista polgármester hívta be, hogy legyen elég szavazója. És ugye ilyet láttunk már. Itt Miskolcon is, amikor a szocik úgy érezték, hogy a miskolciak már nem kíváncsiak rájuk, megpróbáltak szavazót importálni. Hál' Isten nem jött be nekik. De a bolsi módszer nem változik, ez egy nemzetközi csapat, mindenhol kipróbálják ugyanazt. Szomjas vagy? Ja, köszönöm szépen, egyébként az voltam. Itt álltam. Ha már András felvetette, hogy van egy politikai közösség, ahol az a divat, hogy mindenki mindenkit lehallgat, csak szeretném jelezni, hogy Janicák Dávid ózdi polgármester urat 4 éve permanensen lehallgatják, egyébként a sajátjai. És a felvételeket időről időre közlik. Imádni való. És akkor ugorjunk egyet. Most majd azzal is szembesülhetnek, hogy mitől szép az újságírás, hogy bizonyos híreket és tényeket hogyan kell úgy tálalni, hogy legalább a címben mást mutassanak. Történt, hogy a kormánypártisággal nehezen megvádolható 24.hu nevezetű fantasztikus hírportál megrendelt egy felmérést a Republikon intézettől, aki szintén nem jobb oldalhoz közel álló intézet. Ez most jelent meg, az a friss kutatás, mandátumbecslés, tehát hogy a választási eredmények. Először a hvg.hu tálalásában fogom a lényeget felolvasni, jó?
hvg.hu, Republikon, kettős pont, nem valószínű a Fidesz kétharmad. Szöveg. Biztos győzelmet jósol a Fidesznek a Republikon intézet, a 24.hu megbízásából készült mandátumbecslése, arra azonban nem számítanak a statisztikusok, hogy a kormánypárt képes lesz kétharmados többségbe kerülni. Hol kell ezt aláírni? Most. És akkor azt mondja, hogy a mostani kutatás a jelenlegi kormányzó pártoknak 127 képviselőt ad. 127, jegyezzék meg. Az MSZP párbeszédnek 26, a Jobbiknak 22, a DK-nak 16 és az LMP-nek pedig 8. Így néz ki tehát a legfrissebb republikonos mandátumbecslés, azzal a címmel, hogy nem valószínű a Fidesz kétharmad. Engedjék meg, hogy a 24.hu a saját, felolvassam, hogy a 24.hu a saját maga által megrendelt közvéleménykutatást hogy vezeti föl. Javultak az ellenzék esélyei kétharmad alatt a Fidesz. Ez a címe az anyagnak, esküszöm. Javultak az ellenzék esélyei, kétharmad alatt a Fidesz, és akkor az első mondat, biztos, de kétharmados többséget nem hozó Fidesz győzelme, jósol a Republikon intézet, és megismétlik a dátumokat. De milyen duma már az, hogy javultak az ellenzék esélyei? Há, mire? Há, mire javultak? De te most komolyan. Egy másik mai hír, a Népszavának nyilatkozott Hak Péter, emlékeznek talán rá, SZDSZ-nek volt több cikluson át országgyűlési képviselője, a Híd gyülekezetének diakonusa, aki elmondja, hogy nincs más, mint a Fidesz és Orbán Viktor. Igen, ő a Fideszre és Orbán Viktorra fog szavazni, mert minden más káosz. Igen. És hogy értik el a Fidesz, és hogy nem, nyilván a múltja is meghatározza őt, de el kell, ő is eljutott addig a pontig, hogy megértse a jelenlegi helyzetet, az pedig így tűnik, így mutatkozik. A címszerkesztésed, én is hadd adjak egy adalékot, a rendszerváltozás idején a Reform heti lap indult, a ma első magyar bulvár termék, és emlékszem a címére, konkrétan a tartalmára a címnek, azt tudom, hogy Gáspár Sándorral, aki egy nagyhatalmú politikus volt, foglalkozott, de valahogy így volt a cím ordítva az újság teljes szélességén, hogy Gáspár Sándor részegen gázolt a zebrán, mondjuk ez volt, és kisebb betűkkel a felcím, nem igaz a hír, hogy. De azt az ember először nem látta, csak ezt ordított bele. Tehát ez a fajta címszerkesztés, ez a, hogy is mondjam, a bulvár újságírás legalja kategóriájában is, ezt állarcba végzik az újságírók, mert az annyira szégyenletesen silány lelkiség. Egyetértek azzal én is, amit Gábor mondott, hogy egyébként Hak Péter joggal mondja, hát az józan észre az ember megnézi. Nem mintha hát meg kéne nyugodnunk, mert a tét óriási, de józan észre azt mondja az ember, hát tényleg hát itt van ez a Gyurcsány, itt van ez a Jobbik a Mirkóczkival, meg a Vonával, akik, egyébként a Vonal az jutott az eszembe, hogy tényleg lehet, hogy hazudtak annak idején, amikor nem volt igaz, amiket mondtak. Lehetséges, hogy Vonának nem a gárda mellény van valahol, mint álmai ne továbbja, hanem Horn Gyula pufajkájára áhítozik, amit valószínűleg meg is fog szerezni előbb-utóbb, mert ebben az irányban el lehet oda jutni. Vagyis, hogy ezek az emberek egészen egyszerűen nem lehet bennük megbízni. Tehát amikor a választó elmegy, mindegy, hogy kit szeret, vagy kit nem szeret. Elhiszi-e azokat a legendákat, hogy mert a fideszesek így meg úgy megszedték magukat. De azt mondja a választó, hogy fenébe is most 4 évig rá kell bíznom a sorsomat valakire. Hát kérem szépen, hát ezekre nem lehet rábízni. Hát ezekre egy dolgot tudunk biztosan, hogy 100 forintot nem szabad nekik adni. A Székely bácsi, amit mondott, a disznó ólamat sem. Igen, megmondta a világ. Kedvencem volt a kisöreg, az kétségtelen tény. Egyébként, ha már címek, csak egy kicsit hagy kalandozzak vissza az első kormányzati ciklusunkra, 98 és 2002 között.
ugye, jó Isten, akkor is megpróbált bennünket, ha emlékeznek, akkor volt, nyakunkba szakadt egy irgalmatlan tiszai árvíz. Az egész felső Tiszát elvitte a folyó. És akkor az a szemét, lopstop Orbán kormány, ha még emlékeznek, Makovec Imrével megterveztette a vadonatúj házakat, komplett falvakat építettünk föl, mert volt, akik mindenét elvitte. És akinek egyébként vályokháza volt, szobakonyha, és a kert végébe a budi, az is kapott egy Makovec házat, összkomfortosat. És ekkor, mikor valahol volt, elkészült a falu, és akkor lement a tévéhíradó, és a riporter odadugta a mikrofont egy ember orra alá, aki ott ácsorgott, aki a következőt mondta, hogy ő iszonyatosan föl van háborodva a szemét kormányon, mert hogy jó, hogy a ház itt van, a ház igen, de volt egy tyúkolam, és azt senki nem építette föl. Hú, emberek, 48 óráig bennem volt a gondolat, hogy autóba ülök, oda megyek, és megkeresem, csak őt megkeresem. Ganyéslapáttal, és megkérem, hogy csinálja vissza a tyúkolát, és hogyha nem elég gyorsan csinálja, akkor baj lesz. Közvélemény kutatásokról, ha szabad annyit, hogy amit a Zsolt felolvasott, az ma a választói akarat. A többi kutatás is hasonló adatokat hoz ki. A magyar választási rendszer egyébként teljesen igazságos, a világ demokráciáit nézve a miénk az egyik legigazságosabb. Stabilizálja a mindenkori győztes kormánypártot, és kompenzálja az egyébként veszteseket, ellenzékieket plusz képviselői helyekkel. Tehát el lehet mondani, hogy ha az az eredmény születne meg április 8-án, amit a magyar emberek akarnak, akkor ez az. És mi az, amiért mégsem dőlhetünk ugye hátra, amiért mégis félnünk kell, az, hogy a magyar emberek választók akaratát meghekkelve egy olyan szörnyeteg választási koalíciót hoznak létre, amely, hál' Istennek, egyre kevesebb esély van rá, teszem hozzá, mert látjuk ezeket a csodálatos viszkigőzös egyeztetéseket és azok kudarcát, meg itt az M3-as parkolójában összehozott villám megbeszéléseket, de még mindig van egy pici esélyük, hogy ezzel a horror választási koalícióval, a választói akaratot felrúgva és semmibe véve, kisebbségbe lehet szorítani a mostani kormányzó pártokat, a Fideszt és a KDNP-t. Nincs semmi esélyük, és azt onnan tudom. Emlékeznek? Hódmezővásárhely. Este 11-kor kiállt ez a Márki-Zay nevű fehérje halmaz, és büszkén bejelentette, hogy működik a demokrácia, és a kormányt simán fellám, meg lehet verni a vállát, nincs itt semmi baj. Csak többségbe kell kerülni. Utána ez a hódmezővásárhelyi eufória még így két hétig vitte őket, egyre vadabb dolgokat beszéltek meg, mi lesz, hogyha majd mégis nekik lesz kétharmaduk, stb. Tegnap Feri, a flettókánk, sajtótájékoztatót tartott, ahol kifejtette, hogy a választási rendszer igazságtalan lejt, és Magyarországon április 8-án nem lesz igazságos és szabad választás. Hát, hogyha a flettó ezt jelenti be, mikor egy hete még kétharmadról delilált, akkor valószínűleg azóta ők is kiszámolták, hogy nagy a baj. De ez nem jelenti azt, hogy hátra kell dőlni. Ez jó, csak rögzítsük már azt, hogy amit csinálnak, az csalás és gazemberség. Az. Mert de miért csodálkozunk ezen? Választásokon... Csalógazemberek mit csinálnának, ha nem csalást és gazemberséget, ugye? Ponyvaregény kedvenc mondata, így szól rész, a én kedvenc mondatom, mégis mit gondolsz, ha hazajön a feleségem és meglátja, hogy két gengszter gengszterkedik a nappaliba, akkor boldog lesz? A gengszterek gengszterkednek, a csaló hazug gazemberek meg csalnak és hazudnak és gazemberkednek. Lásd az komplett magyar ellenzéket Vonától Gyurcsányig. Ez a helyzet. Hát éppen ez az, ugye Vona Gábor és Gyurcsány Ferenc politikájában semmi, de semmi közös nincsen. Hogyha ezek pénzért választási szövetséget kötnek és visszaléptetik a jelöltjeiket, csak azért, hogy meg lehessen szivatni az Orbán kormányt, és még ők is bevallják, hogy ami utána jön,
az káosz és romlás és zűrzavar, ahogy maga Gyurcsány Ferenc is elismeri, ez bizony a demokrácia legalapvetőbb játékszabályainak a semmibevétele, nagyon durva gazemberség. És azok az emberek követik el, akik röhögés nélkül képesek újra meg újra leírni az újságjaikba, és belemondani a kamerába, hogy Budapesten egy észak-koreai típusú maffia állam és diktatúra működik. Valamit, még egy gondolatot hadd hozzak ide előre. Nem tudom, mennyiszer találkoznak vele, én rengetegszer találkozom. A bal oldalon van, aki csak manipulációból, van, aki mély meggyőződéssel azt gondolja rólunk, jobboldali szavazókról, Fidesz támogató szavazókról, hogy mi agymosott zombik vagyunk. Csak az lehet a magyarázata, hogy még mindig a Fidesz mellett kitartunk. Pedig, és ez visszakanyarodik a Jobbikhoz is, a megoldás, a válasz nagyon egyszerű. Van, ami nekünk se tetszik. Azonban két politikus típust meg tudunk különböztetni. Szerintem ennek a közösségnek ez az egyik legfontosabb közös tulajdonsága. Az egyik politikus azt gondolja, hogy megpróbálja megszerezni a hatalmat, hogy a terveit megvalósítsa. A másik típus az, annak az a terve, hogy megszerezze a hatalmat. Ez egy nagyon jelentős különbség, és szerintem az ország lakosságának meghatározó része ezt a különbségtételt meg tudja tenni. Én is így látom. András? Ha szabad annyit mondanék ahhoz, amit Zsolt elmondott, hogy a közvéleménykutatást csak úgy szabad elfogadnunk, hogy egy tendenciát jelöl, amit azonban nekünk kell majd megvalósítanunk. És miközben tisztán és világosan látjuk, hogy az ellenzék morálisan szétesett. Tehát össze-vissza beszélnek, tegnap előtti szavaikat cáfolják, elszólják magukat, színvonaltalan üzletelésben, ami egyébként törvénysértő. Ekközben tudnunk kell, hogy ezt jól látják a közvéleménykutatók, hogy rajtunk, akik hiszünk a szeretet és az összefogás erejébe, rajtunk áll vagy bukik Magyarország sorsa, ami azt jelenti, hogy a mi felelősségünk pedig az, hogy mindenkinek el kell menni. Jó jelek vannak a mi oldalunkon, jó jel volt a békemeneten való résztvevők elképesztő nagy száma, de mindjárt, tehát magyarán az, hogy lesz kétharmad, vagy nem lesz kétharmad, lesz győzelem, vagy nem lesz, kis győzelem lesz, vagy nagy győzelem, az alapvetően ma már kimondható, nem az ellenzék színvonalta mutyizásán fog múlni, hanem önökön, rajtunk, azokon, akik ha felfogják, hogy most megint történelmet kell csinálni, ahogy 2010-ben történelmet kellett csinálnunk, és meg is csináltuk. Ha ezt most felfogja mindenki, és nem nincs kibúvó, nem lehet azt mondani, hogy jó az idő, metszem a szőlőt. Arra az egy órára nem lehet metszeni a szőlőt. Ha ezt felfogja ez a tábor, akkor a közvéleménykutatásokat jelentősen meg fogja lepni a szó jó értelmében. Akkor én fogom mondani az árszót, és az árszóhoz a muníciót Gábor adta, amikor fölemlegette most az imént, hogy előszeretettel mondogatják, hogy itt észak-koreai típusú diktatúra tombol ebben az országban. A miniszterelnök úr március 15-i beszédét hagy idézzem ide, azt a mondatot, amit azóta ezen rugóznak, és most már azt vízionálja Vona Gabi, hogy őt agyon fogják lőni. Ugyebár, hogy a választások után elégtételt veszünk erkölcsi, politikai és jogi értelemben. Ugyan ezt a második részt nem szokták idézni, csak az elégtételt, de az sem úgy, hogy elégtétel, mert az nem azt jelenti, amit szeretnének ebből kihámozni, mert ugye csak azról pofáznak, hogy a miniszterelnök fenyegetőzött, megfenyegette az ellenzéket. Klasszikust hagyj idézzek, egy lószart mama. Nem lettetek ti megfenyegetve, kicsi bogárkáim. A politikai és erkölcsi elégtétel az maga a választási eredmény lesz. Ha az összes szemét, aljas, becstelen hazudozásotok, vádaskodásotok és rágalmazásotok ellenére megnyerjük a választást. Az lesz az erkölcsi és politikai elégtétel. A jogi meg az,
hogyha majd akkor, mert most nincs rá idő, de majd akkor bármelyikünk és a politikusaink úgy érzi, hogy elege volt a vádakból, elege volt a rágalmakból, és beperelt titeket, akkor majd meg járhattok a bíróságra. Ez a mondat erről szól, semmi másról. De akkor én hagyj fenyegessem meg őket, én, mert nekem szabad. Azokat, akik szerint itt egy észak-koreai típusú diktatúra tombol, én most szeretném közölni, ha megnyertük a választást, akkor őnekik én szerveznék egy 30 napos túrát. Észak-Koreába, srácok, össze lehet állni, álljuk a költséget, összekalapozzuk a költséget, jó, közadakozásból. Kaptok egy külön repülőt, kireptetünk titeket Kim Jong-unhoz, és ott egy tanulmányút 30 nap, hogy milyen egy észak-koreai típusú diktatúra. És hogyha ott ugyanolyan, mint itt, akkor létszi, ne gyertek haza. Ennyi. Legközelebb Kaposvárra vezet majd utunk. Ha szeretnének részt venni a helyszíni felvételeken, regisztrálhatnak a www.ekoklub.hu oldalon.